Hát fogja meg! Hát fogja, Imre, hát! Fogod? Fogom! Itt a zsivat! Van ebben több fajta, érted? Tudom, az, ez valami a... parlagi, vagy a fasz, nem ez tudom, a hegyi, ilyen. Hogy mondjam, az, hogy ez ahol azért hosszú szörű. Ezek egyben meg is gyulladt.
ez mi? Sör? Olaj, sör, fokhagyma. És napolaj. És napolaj, meg Tibi csoki. Hogy barnuljon. Hogy barnuljon. Az igen! Hát nézzük, közelről lefotózol! Mongol, azt tud lovagolni a mongol, aki... Ja, nézd, csinálj valamit, hogy gyulladjon meg. Bringámat ne bántsátok! Egy fotót róla! Amíg meg nem eszik. Még jó nem lesz. Nézd, ott egy Ike Fepe, nézd, ki jött a versenyző. Kerülőrke? Ez a füstör riadt meg, nem? Dehogy is, akkor nem sárlik. Én csak itt vagyok útba. Milyen nagyon nagy pohár. Így megy ez a hallgat. Jó, jó. Mehetünk, hát nem mindegy. Ha itt vannak ők is, akkor már. Én... Vigyed be a szöltözőbe is.
Nem lesz ereje, nem Mondom. Jó. Gyönyörű. Gyönyörű. Kicsit jobbra elmegy. Élt a kapuból. Olyan is. Üres kapuból. Akkor a szlovákok lefeküdhetnek egyébként. Miért most nem azt csináltam? Vagy gólt fejeljen! Gyere már, akkor gyere mondtál! Már vége van, már a bikorbondot mondott, hogy gula, hogy három. Öreg Stoki, vége is a meccsnek? Persze. A kettő, akkor kettő. Kigurú. Na jó. Azt tudom, hogy én ezt szóval tanultam. Igen. Csáv. Majka, vigyál nyisza. Na, csáv. Gyere, Matyi. Az eredmény ne legyen rajta felvétlenül. Köszönjük, fiúk, a vereséget! Majd a visszavágó! Nincs mi, már visszaadjuk a visszavágó! Jó sárosok van, megküzdöttetek a győzelemért. Dagolyás, dagolyás. Kenősöm van nekem, hogy minden a kocsit, menjetek le! Sokat kellemét! Nóci, mint egy halad kenyér! Csak annyi, hogy melegen van tartva. Szerinted ez megsült? Meg. Na majd meglátjuk kinek. Nincs rajta túl vastagon a hús, aztán ez jó. Ja, a hús nincs rajta, csak csont. Igen. Hát akkor rágodhatnak hát rajta. Részen lehet, hogy talán lesz valamit, hogy mit tettem a legbelsőt. Remélem, nem lesz. De annak sincs sok értelme, hogy jön ember elég. Erike! Csukd be az ajtót, mert bemegy a fűs. Ez hogy mondjam, ez nem volt egy éves, kb. 10 hónapos bida volt. Úgyhogy nem egy öreg lecske. Úgyhogy az még ott tényleg a fiatal, fiatal hús, hogy nem rágos. Át kell volna menni rajta, hallod, Józsi, át kell volna menni rajta, és utána visszatolatni, visszatolatni, hogy tényleg elütöttem, és akkor még egyszer átmenni. Mi van a abrosz? Jó, szerinted? Jó. Akkor véres lenne, ha... Látta volna ezt most, 3 méterre kapik. Cigizmével.
Csőmama ott van. Repülőgép, nem így. Még több is lenne az. Lehetünk? Felnőtt. Tessék kimaradni! Hát mi az a sötétség, anyu? Hát én olyan vendégeket hoztam, mi az a sötétség? Na, csók! Hála, Pán Jézus Krisztus! Nem egy kis, amen! Vigyite dojetu? Nász, polgármester, a vigyite dojetam? Hát tato! Tato je jedno zelato. Tato je jedno zelato. Vízke zlato. Isten értesse sokáig. No, vidíte to je tu. Jusef. Jézus máj. Isten értesse sokáig, baba. Tessék. Ja, most odaadod. Ez neked, most, igen, itt neked, neked adja oda, itt majd oda fölül, vagy ott más kapsz. Más kapsz. Kis szintem az már új estekte. Annyi nézi a sportot! 90-es évre sportot néz állandóan! Meccseket, minden! Az az atlétikai... Én nagyon szerettem, hát hiába! Mondd ez a hülye bíró! Hiába! Hiába öregség! Az nem lehet kibindelni, hogy... Pontosan. Tessék, tessék! Látod, milyen szép izét van! Jusszak, otthon vagy! Jóskor, nyeri is! Majd várj, akkor...
Józsi, nie chcesz vacsok? Józsi, nie chcesz vacsok? Csak, dobre pálennél már. Józsika, ugye, mondja mi? On, Pálika nem szereti csak a lányokat, Józsika, más nem szereti. Ale aj whisky mám, aj nincs mám. Tati, a dívčance lúbim, ja vzkevi. Čo mám? Mama. Igen, tudod, én álmodtam rólad, hogy nem jössz, ne mert jössz, hogy igen, de egészen beteg voltam reggel. Miért? Mert hogy amelyben beleültél, abba a repülőgép, hogy ott bomba volt. Nem jössz. Komolyan, és mindent, ami volt nálad, mindent elvettek. Nem majd mondtam, hogy tűzett. Hát csak magad jön, de nem azt mondja. Hát mit fognak most mondani, pillanatban is? Igen, igen. Na akkor azt a televízió kikapcsoljuk, mert a holnapi döntőre számukra érdekesebb. Józsi, ez terjedelmi völitepekné obrázek, az legalább 300 éves az a kép. Ott. Szmalvia. Ott. Te kép, ez a rózsafűzé, de nem tudom mit ábrázol. Komarokov, tento kép? Tento Valentristo Rokovna. Olyan nincs, nincs. Pili Szentelszte nincs több kép, csak ez. Ez az egy. Korona van a tetején. A vítyezet olyan anyám? Most csinálunk egy Jóskával egy kápolnát szántól. Nem is mondtam, nem is dicsekedtem. Ú, nagyon szép lesz. Igen? Na, majdnem. Hallottam erről. Megmondom, hogy valami mesélte. A Rivek doktor úr itt volt, köszönteni engem, és azt mesélte, hogy a Jóskának le a kalapán, hogy ilyesmit Pili Szántón lesz, hogy ez örül. Ez nem csak Pili Szántón. Megmondom, őszintén bajba vagyok, félek, hogy... Tentos Amrét Csíjból. Ezt a Pistoli. Pistoli. Tvoj? Aj, tvoj. To Magyarovszki bácsi Robili este, csak... Megvan? Ale Pátricski szutú. Vigyím sa mollíť až vždycky. Ja sa vždy mollím, rúženec. Dobre, mamuška. Jó, akkor na, úgy, negyed hatra megyünk majd föl, mert tudod, addig mindenki ott leül meg. A csilv lelke, csilv navarit, navarit, a naspoh lelke. A csilv pozilen, stím varím. Stím. Čo je kúra zondívám, vidíš, tak mi spolovať ešte vždy. Kúra zondívám u neho a stím varím, aby to neišlo nakázu mi. Však títo starí ľudia za to vedia tak dlho žiť, lebo vedia šporúvať. A bude až píš, veľa dáno je. To nemôže, když ja takto kýto potom dám sem papír, vysypem si to tá a furt kladiem, ešte mám zabalíkové taličky aj za jednu ládu. Už potom sa mi to minie. Elkevzal by si už koľko a dreva mám tam už. A jeden kúšček ja takéto nezahodím u nebo. Nič, všetko popálim. Pravda? Chvála Bohu. Ezt kell mindenkinek. Tento Samli kolko má už zadratovaný. Hú, te má ale pajeszád rokov. A te má vác. Vác. Počne, čo je... Toto kicsit petit, Kamil, krapec. Ezt még mikor tanuló voltam, én csináltam. Intazia. Ja, hento. Aj. Na pozri, toto sme už kolko razy farbili, toto. Čil tento chlapec, čo má unuka Péter, ktorý si sedel a neviem, čo tu robí. A toto ký všetko zondíval dole, nesil nož a toto ký zondil dole. Ten chlapček, povedz, 4 roky mal. Sa mu to ľúbilo. Aj. Ale keď je to čisté, všetko je dobré, igaz? Világos, tu je vždycky čistota. No čo si zmyslíte legsívešebben na týto 90 rokov?
na to, keď sa mi všetky chlapci narodili a boli chlapci, ja sem tebe, každý hovorí, zaznáš chlapca, prečo? Chlapci sú není chlapci, to sú, ja sem ich tak učila, chlapci, Peldu, pozri, nemusí nič hovoriť, Martona, Bielu, pravda, ötödik osztály už bol, keď tatom umreli, általános iskolába chodil len. A keď ten Natanáč išla, keď med uni dostal behivo, už potom ho pobrali, ale najprv ho egyetemre museli zát, či ho zali, a potom musel ísť de, u nich 9 mesáci za vojáka najprv. A potom mohel to ni. A keď sem mala 2 behivo, že sem mala v ruke, a išla sa Natanáč a soba bol u nich elnek. A idem ta a hovorím, čo si mi donesla Ruska, reku, 2 papíre veľce pekné, pozri na ne. Leží na ne, volá čo, reku, buď tak dobrý, volá čo mi sprav. Leží na to, hovorí mi, taký to nikto, jak ty, čo si, ty chceš jogá sa zaučiť, aj reku, aj budem. A toto, a leci veš, už čo, prestan toto kých robiť. A Marton začal, Martona reku, čiže zali, pozri reku na to. Čiže kterého mi chceš fermentovať? Ani jedného. Hovorí mi, pesky, počúvaj ma. 4 chlapcov mám kýš oným, čo som kýškolú. A toto mám, či mám tu 2 behy voše. A nechce mi tento človek ani len pomohať. Nič mi inšie nevýšuje od Pána Boha, len toto jedna mače, počúvajte. Nech žije do 90 rokov, a nech je taký chudobný, jak čo sem ja, či čo mnoho raz jeden chleba nemám na stole, lebo 4 chlapcov má, čo všetci sa učili, opýtaj sa. A išiel sem s tým a kričal potom za mňu a hovorí mi, keď on je zravel, povedal to papučkovmu Mišovi, zaťovi, hovorá, že psí hraz nejde do neba. A hovorí, Peggy, tvojej svekruše edenešen do neba išel 6 sekúny, kýriš, ešte aj pred nohy Kristus Pánovi povedal. Kom sa? Môže? No zavrite dvere a pome. Kde mám ísť, kde? A ty? Je došiel ešte po teba. Aňu, kde ne? Thank you.
mit csináltál kicsi? Hát azért jöttünk össze, hogy egy olyan időben köszöntsük a mamát, amely mindenkinek az életében egyszer fordulhat csak elő. Nyilvánvalóan mindkét részről, egyrészt a ünnepelt ugye csak egyszer 90 éves, másrészt pedig az ünneplők is csak egyszer tudják felköszönteni az édesanyjukat 90 éves korban. Szabad megjegyeznem, hogy mi nagyon sok mindent kaptunk a az édesanyánktól, illetve a szüleinktől, amit nagyon szépen köszönünk. Azonban ugye meg kell jegyeznünk, hogy nyilvánvalóan az, hogy a mama megélhette ezt a 90 évet, az az is kellett hozzá, hogy a gyerekek ilyen jól viselkedjenek. Legalábbis én a gyerekekről semmiféle panaszt nem hallottam. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy azért a számlánkra írható jó pont. Smetanál. Így van, többek között a mama is. A másik oldalon ugye azt is meg kell azért jegyezni, hogy nyilvánvalóan a gyerekek oldalán lévő házaspárok is hozzájárultak ahhoz, hogy a mamát valamilyen módon próbálják segíteni. Nyilvánvalóan egy anyós és egy menny viszony, ez mindig okozhat problémákat. Talán a mama időnként próbálta a menyeket megfelelően kicsit javítani, helyretenni, de szerintem most már nem kell, most már minden így van rendben, ahogy van. És ezért nem szabad megfeledkeznünk a egyetlen vejéről sem. Itt vagyok, aki ugye számomra a mi sógorunk, úgyhogy hát a mama annyira vigyáz rá, hogy egy héten legalább háromszor lerendeli magát. Megnézi, hogy jól van-e, karban tart, gondozza, úgyhogy hát egy virággal se törődnek jobban, mint a sógorunk. De ezeken túlmenően én más nem tudok mondani, csak azt, hogy nagyon örülök annak, hogy így együtt vagyunk, és ezt az ünnepet mindannyian megélhettük. A továbbiakban elsősorban nagyon jó egészséget kívánok, és nagyon szépen köszönöm mindent, amit eddig kaptunk. Mindenki egészségére! Akkor egy kis verset szeretnék még meghallgatni, és utána ürítjük poharunkat. Dédi, hogy ez szó mit jelent, sokan nem tudják, de ezt én se tudhatom, hiszen az én dédim egy fiatal lány, aki 90 évesen is templomba jár.
templomba jár, és ha valami nem tetszik, kiabál. Elmondja magáit magyarul és tótul, s ha nem érted, a keze is meglódul. 90 éves, de a hírek összefutnak a kezébe. Ha megkérdezed, mond ő hosszú regéket. Amit végighallgatsz, az elejét már nem érted. Mesél, mint templomban a pap, s énekel, ha a kántor kifullad. Ezek után mit is mondhatnék még, hisz Roszka mama 90 éves, de még 100 évig él. Thank you.
Tény. Hete két éves éve. Kisfiat. Hány fia van? Hány, a mama, hányan voltatok testvérek? Heten, mint a gondolat. Heten. Akkor egy lánya tüki fiú. Egy kis csöndet kérjék! Mert a Rozika bűvész mutatmányt akartak. Smetana Rozi néni, Isten éltesse magát, sokáig hitben, szeretetben és családi békében.